ne gondolja senki, hogy ez nagy képviség, de, de igen, ez, ez, is motivált abba, hogy hogy én az edzői pályára léptem, mert sok olyan edzőm volt, és nyilván nem fogom őket megnevezni, ahol egyértelműen azt mondtam, hát hogyha ő edző, akkor én ezt jobban tudom csinálni, és mindenféleképpen szeretnék ezen javítani, szeretnék a magyar labdarúgásért is tenni, és már az első pillanattól kezdve ezek a negatív élmények is azt mondották velem, hogy én akárhol fogok dolgozni edzőként, a saját szinten szeretnék tenni a, magyar labdarúgásért, és a legjobbamat adni, hogy azáltal egy olyan minőség színvonal fejlesztés legyen, hogy, hogy az, ami, megtörtént velem esetleg, vagy ami előfordul, az ne történjen meg a következő generációkkal. Ez itt a Térfélcsere Podcast Szabó Bencevel. Sziasztok, köszöntök mindenkit. A mai adásban egy olyan személy fogadta el a meghívásomat, aki vezetőedzőként a teljes első idényét töltötte a labdarúgó mb 1 ben ő pedig Horváth Dávida, az MTK vezetőedzője, úgyhogy vele fogjuk majd elkezdeni az adást. De még mielőtt belevágnánk, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy itt Youtube-on, aki nézi, az nyugodtan iratkozzon fel a csatornára, és természetesen az adásokat lehet hallgatni a Sportrádióban és az nsohu is. Nos, Dávid, köszönöm, hogy eljöttél. Szia! Hogy vagy most így a szezon végeztével? Szerbusz, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Jó lesőjezés túl lenni rajta. Örülök neki, hogy egy teljes szezont tudunk most értékelni. Mielőtt belemennénk ebbe a szezon értékelőbe, azt beszéltük, hogy ugye szerencsére elég hosszan tudunk majd társalogni mindenről, és mindenre lesz is idő, és most nem is untatnám a nézőket, hallgatókat azzal, hogy felsoroljam, hogy mi is lesz a, mostani adásban a szezon értékelen túl, úgyhogy kezdjük a legelejével és a te focispályafutásoddal, mert én erre is kíváncsi vagyok. Ugye te a Ferencvárosban kezdtél el futballozni fiatal gyerekként, Neked hogy alakult ez a foci karrier? Mert ritkán hallunk erről téged beszélni. Igen, egyrészt nem is szeretek kimondottam magamról beszélni, mindig a, a csapatomról jobban esik. Viszont, hogyha már ezt a kérdést megkaptam, akkor, akkor nyilván ki is fejtem. Maga a játékos karrierem nem volt egy olyan jelentős, amiről hosszan lehetne beszélni. Érdekességek természetesen voltak benne. A Ferencvárosban nevelkedtem, én ott kezdtem a pályafutásomat, az egész család 9. kerületi kötődésű, tehát így egyértelmű volt, hogy ott kezdem a futball alapjait, és 6 éves koromtól 22 éves koromig ott voltam az FTC berkeim belül. Azért mondom, hogy nem jelentős a futballkarrierem, mert, mert, ez volt a kicsengése, viszont jól alakult. Nem a, a, tipikus elveszett tehetség kategóriába esett az én, az én példám. Próbálkoztam, gyűrtem magam, az utánpótlás éveim kifejezetten szépek voltak, de ne felejtsük el, hogy, hogy én akkor kerültem a, a felnőtt labdarúgás előszobájába, vagy a kapujába, a, amikor a Ferencvárosba elfogyott a pénzgazdaságilag, és mondhatom, hogy morálisan is mélypontom volt, de nem csak a Ferencváros, hanem az egész magyar labdarúgás. Tehát itt egy, itt egy tehetséges játékosnak, tehetségnek, Kikiáltott játékosnak még nehezebb dolga volt a, a kitörése. Ma már egyébként könnyebb, hogyha ezt YouTube-on is lehet nézni, akkor, hogyha akkor lett volna YouTube uh, Scout vagy, vagy olyan uh, játékos megfigyelői hálózat, akkor nyilván könnyebb lett volna betörni, de akkor nem volt. Uh, és uh, így az én karrierem ott megtört abban a pillanatban, amikor uh, a felnőtt uh, csapatba áttörés lehetett volna. MB2-es csapatokba adtak kölcsön, maradtam a másodosztályban, játszottam 100, több mint 100 mérkőzést az MB2-ben. Azért mondom azt, hogy nem egy, 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 jelentős, lehetett volna jobb is, de, de egy jó alapot teremtett arra, hogy, hogy a labdörgás tulajdonképpen mindegyik szegmensét a profi és az amatőrt is így megtapasztaltam. Még kicsit a Fradinál maradva, meg itt az első éveknél maradva, hogyan tudnád magadat jellemezni, te milyen játékos voltál? Hogy milyen voltam a, a, a kezdeti években, egy kifejezetten motivált, nagy motivációs bázissal, belső motivációs bázissal rendelkező játékos, aki a gyors volt, gólra törő, a gólfókusz az megvolt a játékomban, nagyon sok gólt szereztem, tehát egész végig e, tulajdonképpen a, a Gólkirályi gól címért mentem, és többször e, meg is nyertem a technikai tudásom az, az, inkább átlagos volt, de, de most már jónak mondanám, eh, ahhoz, ahhoz, kép nem extra, inkább így, folga, így fogalmaznék, úgyhogy így, hogyha így profilozni kéne az a, az a utánpótlás Horváth Dávidot, akkor ilyen volt külföldi játékosra tekintettél úgy, mint példakép? Ki volt a kedvenced? Sok olyan játékos volt, aki, aki mondjuk példaképnek gondolnám Alessandro Del Piro, de az ő játéka nem volt az enyémhez fogható, inkább olyan szerettem volna lenni, mint ő. <laughs> Magyar futbalisták abban az időben mennyire? De rájuk mennyire néztél így fel adott esetben, hogyha egy Del Piero-t említesz? Természetesen folyamatosan jártam az NB1-es mérkőzésekre. Leginkább ugye a Ferencvárosi támadók voltak itt fókuszban, Zorán Kuntics, majd később Horváth Péter, Tóth Mihály, tehát ezek voltak azok, amikor én rajongtam tulajdonképpen az MB 1 és az NB1-es játékosokért, akkor ők voltak a, a, a sztárok, és rájuk néztem fel. Azért is kérdezgetlek erről, mert kíváncsi vagyok erre a foci szocializációdra, és ehhez nyilván még tartozik, hogy az, hogy a Ferencváros volt így adott esetben nyilván a kedvenc csapatod, hiszen ott nőttél fel, ott futballoztál, ez így nem Tehát, tekintem kérdésnek. Külföldön milyen csapat volt a kedvenced, melyik, mely csapatra néztél úgy fel, hogy ez a játék, amit, amit ők játszanak, az nagyon tetszik? Inkább időszakok voltak olyanok, amik, amik, amik lehetett szeretni egy, egy adott klubot A, a olasz válogatott és a Juventus, azt tulajdonképpen tíz éves koromtól mostanáig jelen van, érdekel az ő mérkőzésük, attól függetlenül, hogy vannak olyan időszakok, amikor kifejezetten nem tetszik a játékok köztük, ugye a mostani időszak is, a Juventusnak nem egy, egy jó időszakkal tulajdonképpen, de, de mindegyik, mindegyik országban, mindegyik találtam egy olyan érdekességet, és akkor itt most már előjöhet az a, az a fajta ilyen analizáló, vagy éppen futball szakmai szemmel néző foci érdeklődés is, hogy, hogy, hogy egy Bayern műntjen, egy jó, jó Bayern műntjen, egy jó Barcelona ugyanúgy érdekelt, és, és bele tudtam szeretni egy időszakosan ezekbe a csapatokban. A Ferencvárosnak, a, a eltöltött időszakodról már beszéltél, hogy nem volt azért a legjobb, és az, amikor te oda kerültél, akkor már a pénz is elfogyóban volt, vagy elfogyott. A debütálásod ugye az NB1-ben az a Pécs ellen volt, hogyha jól mondom. Fel tudod idézni azt a azt a mérkőzést, az milyen volt számodra? Viszonylag váratlan volt, hogy én ott bekerültem a, a, az mb keretben, mert én leginkább ugye a tartalékcsapatban voltam akkor, de László Csaba felhívott engem, és egy olyan mérkőzésen, amikor már tulajdonképpen mindegy volt, mert 1 egyes vezetett a, Pécs 2 egyre, akkor, akkor álltam be, minimális játékpercet kaptam, ilyen minden mindegy alapon állított be akkor László Csaba. Nem volt olyan momentum, amit így fel tudnék idézni, ami a jelentős lett volna, egy jó kombináció tizatos környékén, amikor lehetett volna valami máshogy is, de inkább ott arról szólt, hogy meg volt az első bemutatkozásom az MB1-be. Nagyon reméltem, hogy e ezután nagyon sok fog még megtörténni. Egyrészt késő, kellett várni a következőre, másrészt meg ugye csak négy darab lett belőle, mert ugye a Ferencváros után a kizárták, vagy ugye nem engedték indulni az élvonalba, ezért nekem tulajdonképpen ott a Ferencváros, az MB2-es számaim növekedtek. László Csabát említetted, aki berakott. Én beszélgettem Csabával rólad is, mert valahogy így szóba kerültél, és büszkén mondta, hogy Horváth Dávid az én játékosom volt. Úgyhogy Csabával milyen a, a viszonyod? Semmi, semmi, különös. Egy, egy volt edzőm, tehát nem semmilyen speciális dolog nincsen, ő hívott fel először a felnőtt, beállított be, ezt köszönöm neki, de tulajdonképpen nem mondhatni azt, hogy ez, ez valami hangsúlyos kapcsolat lenne kettőnk között. Kik voltak a meghatározó edzők akár itt a frediba. Mindenképpen Zorán Kuntics, mert már említettem, ahogy mint játékosként is példakép volt nekem. Ő az U19-es csapatban is, egyébként U19-ben bajnokok lettünk a Ferencvárossal, majd később a felnőttben is edzőm lett. Lehet, hogy nem minden dologban értettem vele egyet, vagy értek vele egyet, vagy, vagy követem őt, viszont nagy hatása volt rám abból a, abból a szempontból, hogy hogy a, azt tanította meg, és ez, ez, ezt, ezt tudom kiemelni, hogy, hogy a, a győzelemhez vezető út az csak nem egy lehet, meg kell találni a módját, akkor is, hogyha esetleg na, nem úgy néz ki, hogy hogy nekünk szólnak az esélyek, akkor is jó győztesnek kell lenni, hogyha, hogyha esetleg egyértelmű jobbak vagyunk, mint, a, mint az ellenfél. Tehát a, a győztes mentalitásba sokat kaptam tőle, és futballszakmaiban is a felkészítési mód, hogy csapatot csapatot mentálisan hogy kell felkészíteni. Úgyhogy néztem, és van olyan sok dolog, amit átvettem tőle. Azért, ő rövid ideig volt a Ferencvárosnak a, vezetőedzője. Az az MB2-es idény, az szépen él benne, de annak ellenére, hogy sajnos a Ferencváros ott játszott? Egyáltalán nem él szépen. szépen. Mármint csak arra gondolok, hogy igen. sokkal több meccset tudtál játszani a Fradiban. Igen, igen, az egyértelmű is voltak is jó meccseim, tehát egyéni szempontból mondhatni, hogy jó volt, hogy meg tudtam magamat mutatni, viszont akkor a hangulat a maga maga a, 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 közeg, nem a Ferencvároson belül, hanem ami ezt körülvette, az nem volt az igazi. Tehát nem volt egy komfortos dolog. Sok, minden, sok mindennel küzdött akkor a, a klub, ez volt ránk, és hát a futball nem szép oldalát is megmutatta akkoriban. Ezután ugye a Ferencváros követően több kölcsönadás is következett itt néhány helyet ugye felsorolok, ugye Moson Magyaróvá Soroksár, játszottál ugye utána Cegléden, Vecsésen, Rákosmente és végül Monor, és szerintem inkább ide érkezünk meg, mert ettől kezdve mondható az, hogy kicsit ugye a helyedre kerültél, nem? A Monarra? Igen. igen, ott volt bennem egy, egy váltás, tehát egy, egy, egy határozott életút döntés, vagy életpálya döntés, hogy eldöntöttem, hogy én a, a futball mellett már az edzői pályára is szeretnék. Már mikor odaigazoltál? Igen, igen, az, az egyértelműen uh -huh. ezt a célt szolgálja. Úgy, úgy gondoltam, hogy ha eligazolok egy másik csapatba, ahol ahol ez párhuzamosan nem történhet, akkor ez csak egy újabb éva az életembe, újabb éva a karrierembe, élek, jól érzem magam, futballban vagyok, de nem előre mutató, és akkor már éreztem azt, hogy nekem itt egy váltásra van szükségem, és az edzői pályába is bele szeretnék kóstolni, felépíteni magam, és ez így adott lehetőséget, hogy Monoron, ahol az MB3-as felnőtt csapat, csapat mellett egy utánpótlás csapatot is megkaptam, és ezáltal így, így párhuzamosan tudtam csinálni a kettőt korábban is motoszkált ez a fejedben egyébként, mondjuk itt, amikor más mb2-es csapatokban játszottál, hogy jaj, hát én ezt tudnám jobban is, mint az edző. Ö, vagy vagy nem milyen, akar... milyen formán alakult ez benne? Igen, ne gondolja senki, hogy ez nagy képviség, de, de igen, ez, ez is motivált ebbe abba, hogy, hogy én az edzői pályára léptem, mert sok olyan edzőm volt, és nyilván nem fogom őket megnevezni, ahol egyértelműen azt mondtam, hát hogyha ő edző, akkor én ezt jobban tudom csinálni, és mindenféleképpen szeretnék ezen javítani, szeretnék a magyar labdarúgásért is tenni, és már az első pillanattól kezdve ezek a negatív élmények is azt mondották velem, hogy én akárhol fogok dolgozni edzőként, a saját szinteven szeretnék tenni a, magyar labdarúgásért, és a legjobbamat adni, hogy ezáltal egy a minőség szimonal fejlesztés legyen, hogy, hogy az, ami, megtörtént velem esetleg, vagy ami előfordul, az ne történjen meg a következő generációkkal. Mennyire láttad tisztán azt, hogy sikerülni fog már, mint hogy tudsz majd profi edző lenni? Nem láttam még akkor tisztán, fő, főleg azért is voltak ilyen akadályok előttem, hiszen a labdarúgó múltam nem volt jelentős, mint ahogy ezt az előbbiekben ki is fejtettem és ez egy, ez egy, negatív dolog is lehetne, vagy egy nehezítő tényező, inkább ezt mondom a, a későbbiekbe, leginkább azok kapják meg a lehetőséget először, akiknek ugye kimondó válogatott karrierje volt, amivel nincs is semmi gond, csak az olyan utat bejáró edzők, mint, mint amit én voltam ott akkor, 25-26-27 évesen, akkor ezekkel az akadályokkal is szembe kellett nézni, hogy ezt is le kell küzdeni így a mindennapi élet az abban az időben hogy zajlott? MB3-as labdarúgóként meg lehetett akkor élni, vagy kellett az az edzői? Vagy egy egyébként dolgoztál mellette, vagy ez hogy nézett ki? A, akkoriban, a... és uh, itt most a, 2010-es évek eléről beszélünk, ahol... ahol ugye 2012-ben kerültél Monorra játékosként? Igen, ott, ott azért egy ugrásszerű fejlődésen kezdett el átmenni a magyar labdarúgás. Még nem lehetett megélni kimondottan, mint NBA 3-as játékos, szerintem most sem. Kellett, hogy ugye kvázi ugye másodállás, de nem azt mondom, hogy másodállás, hogy, hogy hogy edző is legyek mellette, tehát ez a kettő egészítette ki egymást. Szerencsére Monoron olyan tulajdonos volt és olyan támogató, ahol, ahol ez nyugodt körülmények között lehetett ezt megtenni, tehát minden ideális volt Monoron ahhoz, hogy ezt a kettőt együtt csináljam, de a, a, nem, nem lehetett volna anyagilag se elengedni az egyiket a másikkal szemben. Tehát nem, akkor nem dolgoztál más, nem, csak a futballban? Nem, 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 attól függetlenül, hogy megvan a, a sportmenedzseri, sportszervezői diplomám, sose dolgoztam, mint technikai vezető, vagy mint sportvezetőként is, nyilván a, a, a diplomám megvan hozzá, de nem sosem kellett használnom ezt. De akkor ezek szerint tisztán láttad az utat, de mi lettél volna, hogyha egy alakulnak a dolgok, és nem alapdarúgásban dolgozol? hát ezt sokszor, sokszor gondolkodtam róla, de nem tudom elképzelni, nem tudtam soha elképzelni, hogy mi lett volna az, hogyha, hogy én a futballon kívül, vagy a sporton kívül dolgozom. Azért is, azért is végeztem el ugye a, a, a TFN a sportmenedzseri szakot, mert abban biztos voltam, hogy akár merre sodor az élet, akármi történt velem, sérülés, vagy, vagy akármi, nem kapok lehetőséget a futballba, akkor is a sport mellett szeretnék dolgozni. Ez érdekelt, ez, ez, motivált, és amikor a feleségemmel beszélek, hogy amikor mondja nekem, hogy jaj, de szerencsés vagyok, mert nekem meg, volt már gyerekkorom óta az, hogy mit szeretek csinálni, akkor igen, egyet tudok vele érteni. Hat évesen elkezdtem focizni, és én hat évesen azt akartam, hogy én a sportban dolgozok életem végéig. Szerencsére most úgy néz ki, hogy, hogy ez, ez, ez 40 éves koromig ez, ez, teljesül is. Remélem, hogy még, még, még 40 évig fog. Ha már sport, akkor milyen más sportokat szeretsz még? Sok sportág érdekel, vagy nézek a, a, televízióban, de inkább, inkább csak nézni szeretem őket. Figyelemmel kísérem a magyar érdekeltségű eseményeket, akár kézilabda lehet, akár vízilabda, de szeretem egyébként a kerékpársportot is. Nagy Tour de France, illetve Giro d'Italia, de Vuelta, tehát ezeket a nagy körversenyeket mind nézem. Megmaradok szurkolónak, nem gondolom, hogy értek hozzá <laughs> ahhoz, de, de, szeretem nézni inkább, mint, mint művelni. És hogyha, hogyha, itt mondhatom, akkor a maga a szabadidő eltöltése, az a, az a futással most abba találtam meg a, azt a fajta szenvedélyt a hosszú távú futásba, úgyhogy ez kapcsol ki, hogy a, a szabadidősport az tulajdonképpen ez. <laughs> Érdekes, én a labda nélkül nem nagyon vagyok hajlandó futni, úgyhogy nekem Igen. elég nehéz megtalálni a motivációmat. Mindegy, is térjünk rá a következő részére, és akkor itt már konkrétan az edzősködés. Ugye 2016-tól vállaltál komolyabb szerepet a, a mondani futballban. Milyen volt az első szezon edzőként? Mik voltak a fő tapasztalatok, amit elsőre megtanultál? Igen, ugye a felnőtt csapat kinevezése, előtt már négy éve tulajdonképpen edző voltam U15, U16 és az U19-ben. Az U19-es korosztályt vezettem, amikor felkérést kaptam, hogy idéglenesen vegyem át a felnőtt csapatot, hiszen akkor edző nélkül maradt. Én ott csapatkapitány voltam a felnőttben, az U19-nek az edzője, így talán kézenfekvő megoldás volt, a képesítésem is megvolt hozzá, hogy átvegyem idéglenesen a csapatot. Én nagyon jól sikerült, öt győzelme kezdtük a Békés a kettő ellen, nyertünk egy nurát, ez hatalmas nagy öröm volt, és utána még megkaptam pár mérkőzésre a bizonyítási lehetőséget, ott is jól ment a csapatnak, szervezet voltunk, egy váltást tudtam hozni az előzőkhez képest, és idény végéig megkaptam a, a, a bizalmat. Ez egy, ez egy idéglenes 8-10 meccs volt, nem is emlékszem, hogy, hogy mennyi, és nyáron neveztek ki tulajdonképpen állandó edzőnek. Akkor hoztam egy olyan döntést, hogy akkor én a futballkarriert elengedem, és egyértelműen már mint egy, egy MB3-os felnőtt csapat vezető edzője szeretnék tevékenykedni tovább. Az egyik a másik rovására ment volna, ott azt, azt éreztem. Beálltam edzésre, ilyen játékos edző is voltam, beálltam edzésen, és néztem a, a, a játékot közben, és én is részt vettem benne, és azt láttam, hogy hoppá elgurul a lábam alatt a labda, és nem azért, mert ügyetlen voltam, hanem azért, mert figyeltem, hogy, a, hogy az ellentétes oldalon a bal hátvét hogy helyezkedik, és ez nem volt ideális megoldás. És ki, ugye így a futballkarrierem így véget ért egy, egy tudatos döntés által. Nagy szerencsém volt, hiszen hiszen Sölély András, aki most egyébként az MTK-ban is klubigazgató, ő volt ott monoran a, a, a sportigazgató, hogyha itt feladatok között vagy, vagy pozíciók között kell így, így megemlíteni, tehát ott a sportigazgató volt, és egyből egy olyan feladatot adott nekem, ami által én is, mint, mint egyénileg fejleszteni tudtam magam, és több lehettem, hogy legyen célja annak a monori csapatnak, célozzuk meg a, dobogót, építsünk egy olyan, olyan dolgot, ami, ami nem csak egy, egy elevickélés, az, hogy, hogy jó, oké, oké, Dávid, most te megkapod a lehetőséget, és, és majd, majd lesz, lesz valami, hanem igenis célért tudtam dolgozni, tehát, tehát olyan impulzusok értek, ami, ami mondjuk nagyon nagyon uh, ilyen intenzív uh, volt. Sokáig egyébként a feljutásért mentünk az első évbe végül a Kazincz-barcika mögött ezüstérmesek lettünk, egyébként ez egy, ez egy nagy szó. És... Ugye ez az MB3 keleti M csoportja. MB3 keleti csoportja, és uh, ott is azt mondjuk, hogy ne, jó, akkor ne, ne, ne az legyen a, a cél, hogy, 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 hogy oké, szép a második hely, és akkor ez a kifutás, nem legyen, legyen egy újabb szintlépés, hogy célozzuk meg a feljutást, és akkor a következő évben sikerült veretlenül lettünk bajnokok az MB3-ban. Így van, viszont nagyon érdekes volt, amit említettél, hogy elgörült a lábad között a labda. Erre vagyok egy kicsit kíváncsi, hogy mennyire volt az furcsa, hogy játékosként ugye nyilván belülről figyeled, és akkor edzőként pedig kívülről oldalról kellett látni a csapatmozgásokat, mennyire volt az nehéz. Mert például most egy olyan példát tudok mondani, amit a, a Cserteszop mondott, ami picit más nyilván, hogy ő, ő kapusszemmel szemmel figyelte, és neki az volt a furcsa, amikor edzőként oldalról kellett nézni a pályát, és nem hátulról. Ugye már megvolt a rutinom, és jó volt azok a tanuló évek az utánpótlásban, hogy milyen kívülről nézni, és az utolsó évben már ugye csapatkapitány voltam, ahol vezetni kellett a csapatot belülről is, tehát nem volt egy egyik sem. Az volt, hogy közben focizni is kellett, az volt az volt a, a furcsa. Ugye folyamatosan már a pályafutásom vége felé elemeztem folyamatosan a, a játékszituációkat, több poszton is játszottam, már MB3-ban megtapasztaltam, úgyhogy már már akkor azt éreztem, hogy kívülről könnyebb. Uh -huh. Említetted a következő évet, és ahhoz annyi kiegészítés azért tartozik, hogy az első hely mellé egy veretlen bajnoki cím, ugye? Ez minek volt köszönhető? Nagyon jó csapat jött össze, nagyon motiváltak voltunk, én is, meg a, meg a játékosok is, a vezetők is nagyon-nagyon friss volt. Kevés volt az olyan játékos a csapatban, voltak, és kellett, kellettek is, akik egy, és egyébként a, a karrierjük korábbi részében értek el sikereket, de nem egy, nem egy jól lakott keretnek mondhatjuk ezt, és vágytak arra, hogy, hogy egyre, egyre többek, többek legyenek. Úgyhogy ennek is tudadonítom azt, hogy, hogy, hogy amikor megvolt már az, hogy elő voltunk, hogy megvolt a biztos aranyérem, a feljutás, utána sem álltunk meg, és az utolsó öt héten, amikor már, amikor már matematikai is bebiztosítottuk a, a, az első helyünket, utána is egy győzelmet arattunk, és magabiztosan, Tehát ott, 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 minden, minden klap volt. Én azt említettem neked itt az adás előtt, hogy a következő szezontól a mb2-es szezontól, amikor fejtottatok, ugye én én attól kezdve, on, ak akkor hallottam rólad először meg erről a mondani csapatról, hogy ez veretlenül nyerte meg az mb3-at. Mondjuk én szerint nyilván emlékszem meg, aki a labdarúgást jobban követi, azért emlékszik arra a csapatra, főleg egy-két játékost azért azért mondanék, hogy legalább kettőt, a Tóth Barnát és a, a Szugodovskit, aki ott játszott. Az, azért ezek azok a nevek, amik, akik ugye a magyar labdarúgást követő embereknek nem ismeretlenek. Igen, rájuk nagyon büszkék vagyunk, én is nagyon büszke vagyok, hogy velük tudtam együtt dolgozni. Két ellentétes út volt akkor, vagy két állomás az ő karrierjükbe. A Tóth Barnát még az MB3-as szezonban igazoltuk, a második fél évben, kimondottan abból a célból, hogy egy fél éves felépítés, mert ott is keveset játszott siofokon átjött hozzánk Monorra, rúgott 10 góc fél év alatt, tehát egyértelműen benne volt a potenciál, hogy később ugye feljebb tudjon menni, és az MB2-es szezonban a csapat egyik legjobb volt, még hogyha majd nyilván szó lesz róla, hogy a csapatnak nem annyira ment. Szudovszki Soma ugye úgy került hozzánk, hogy a, az első lépéseit tette meg tulajdonképpen a profi futballba, előtte az mb 3 as tartalékcsapatba szerepelt, az MTK-ba is volt akkor a, a Monor és az MTK között egy, egy kapcsolat, egy szakmai kapcsolat, és ezáltal több tehetség, több fiatal tehetség került hozzánk oda a Monorra, hogy, hogy mi megtegye az első lépéseket a, 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 profi életében. Ez jó volt nekik, jó volt ugye a Monornak, hiszen, hiszen minőségi fiatalokat kaptunk, és jó volt velük dolgozni, tehát, és később láthattuk, hogy ez, ez, a, akármennyire is akkor a csapatnak, mint, mint csapateredményesség nem, nem volt az igazi, nekik az ő személyes karrierükben egy hatalmas nagy lépés volt, hiszen abban az időszakban, amikor nagyon kellett abban a szenzitív időszakba fiatalok voltak, feltörekök voltak, akkor megkapták a lehetőséget, és, és végigjátszottak egy egész mb 2 szezont. Igen, ha jól emlékszem, a Barna is egy olyan 10 gól körüli teljesítmény nyújtott, de ugye a csapat az utolsóként esett ki az MB2-ből. Ez annak volt köszönhető, hogy a játékos keret nem ütötte meg a másodosztály szintjét, vagy, vagy, vagy mi nem volt az olyan, hogy, hogy adta magát volna, hogy sikerül maradni? Túl nagyokat. Kellett sok mindennel lépni ahhoz a Monori foci csapatnak, hogy hogy tartósan MB2-ben tudjon szerepelni. Ezt most már utólag utol, mondhatom. Kellett volna az, hogy hogy esetleg az átigazolás, még átigazolási szezon legyen. Jól megfigyelhető volt egyébként, hogy hogy a második átigazolási szezonban, tehát télen azokat a korrekciókat, amiket ami szükséges volt, Azokat végrehajtottunk, és egyébként a tavaszi szezonban már nem utolsó helyen zárt a csapat. Nem volt ez egy ilyen nagy markáns változás, de de az őszi szezonunkat rontottuk el. Ott-ott egygulós feleségek voltak csak nagyon kicsi hiányzott, hogy, hogy, egy picit így víz maradjunk, hogyha, hogyha mondhatom ezt, hogy, hogy kis korrekció után a tavasszal bebiztosítsuk esetleg a, a, további tagságunkat. 16 egy gólos vereségünk volt, amiben persze voltak, voltak, baklövések, vagy hibáink, de, de volt jócskán szerencse, vagy szerencsétlenség is. Úgyhogy, úgyhogy így, 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 sok olyan tényező van, ami, amit esetleg most már persze máshogy csinál, csinálnék én is, mint, mint, edző, de egyébként az egész klub is. Bemutattuk magunkat, sok játékosnak ugye adtunk lehetőséget, úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez, egy, jó tapasztalat volt, hogyha már, hogyha már valami akkor, akkor tapasztalatszerzésben ezt fel tudtuk használni, vagy fel tudom használni. Megmutattátok magatokat, azt mondod, ezután nem történt megkeresés neked, akár edzőként, játékosokat nyilván, akár az említett Barnát például elvitték. Igen, sokan maradtak a, a, a profi ö, osztályokba, NB1-be, NB2-be, 2 ben leginkább. engem, engem csak NB3-as csapat keresett meg akkor abban az időszakban, de monoron maradtam, és a játékos keret nagy része is maradt. A következő évben és ez mutatja igazán, hogy, 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 annak a csapatnak milyen magja volt, hogy azzal a maggal a következőben nem egy széteső csapat volt, hogy láttuk ezt másik csapatoktól, hogy kiesés után nem tudott meghatározó tényező lenni a következő bajnokságban, az alacsonyabb osztályban. mi, mi ott is a bronzérmet szereztünk, tehát... De ez nyilván a Covid-nak is volt köszönhető, hogy félbeszakadt a bajnokság, nem? Hogy, hogy bronzérmet szereztünk? Jobbat szereztünk volna, hogyha nem szakadt félbe. Ezt, gond, Erre gondoltam, igen, hogy valószínűleg akkor lehet, hogy feljebb végeztek. É, igen, és, és akkor egyébként érzésem szerint beértük volna a Szent Lőrincet, aki a Szent Lőrinc, akkor a második hely, hely ért, mert akkor talán azt hiszem a, a, nem is tudom, az egyik másik osztályban a harmadik kerület talán nem, nem ő, Kaptam meg a vagy nem is tudom, hogy miért nem volt, és a, a mi csoportunkból a második ezed Szent Törinc is feljutott, őket szerintem megelőztük volna, de talán nem lett volna a realitás, hogy újra másodosztályba szerepel az a csapat. És ezután jött az MTK, amit megkérdezhetnék, hogy hogy, hogy jött, mert nyilván furcsa, hogy MB Áramból hirtelen az MTK-hoz kerültél, de hát ugye említetted ezt a partneri kapcsolatot, ami volt a két klub között, így pedig már adja magát, nem? Igen, a, partneri kapcsolat is közrejátszott, hiszen ott engem megismertek, vagy a, munkamódszeremet az MTK-ban is. És ugye, mint, mint már elmitettem, Serei András volt az, aki, aki, ott is, mint szakmai döntést hozó vagy tanácsadó, engem javasolt, hogy, hogy az akkori U19-es csapat élére nevezenek ki akkor voltam egy megbeszélésen, és nagyon szerencsére ugye engem választottak. Ez is egy olyan nagy döntés volt, mint amikor, hogy abba hagyom a futballt, és a felnőtt futballba vállalok vezetőedzőként munkát. Úgy éreztem, hogy nyilván az a fajta MB3-as osztály, az már nem elégít ki, itt fejebb kell lépnem, és sokszor megkaptam a kérdést, hogy hát jó, oké, de az MTK 19 az előre előrelépés, akkor, akkor tisztázom azt, hogy, hogy mostani akadémiai lehetőségek támogatás által olyan szinten dolgozhat dolgozhatnak az edzők az akadémián, és kimondottan az MTK-n az U19-es csapatnál akkoriba, mint egy MB1-es, mb MB2-es edző, olyan feltételek mellett, olyan struktúrában, akkor alakítottam ki egyébként, vagy akkor alakult ki az a stáb, ami egyébként most is mb 1 megvan, top tehetségekkel tudtam találkozni, ami előtte nem ennyire fókuszáltam volt meg, tehát csomó olyan dolog volt, ami az én edzői pályafutásomat segítette, hogyha csak, csak egyénileg az én korémet nézzük, akkor ez egy hatalmas nagy ugrás is volt. Ez az MTK nélkül nem mehetett volna, a András nélkül nem mehetett volna. Szakmailag mennyiben kellett változtatnod az addigi futball felfogásodon, hiszen az MTK-nak mindenki tudja, hogy egy saját kikristályosodott stílusa van. Ö ott akkor az volt a, a szakmai elképzelés, és ezt, a, ezt, ezt az igényt támasztották velem szembe, hogy egy kívülről érkező felnőtt edző tud hozzáadni ehhoz, eh, ahhoz, ahhoz, a, a, koncepcióhoz, amit elképzeltek. Eh, itt ezt úgy kell elképzelni, hogy U17-ig megy az akadémiai képzés. Az U19, mint a felnőtt csapat előszobája, akkor ugye akkoriban nem volt az MTK-ban második számú csapat, tehát közvetlenül a felnőtt csapat alatt az U19 volt, és Mihály Boris vezette akkor az első csapatot, hogy legyen egy átmet a kettő között, Tisztába kellett lennem az utánpótlás képzésnek, az MTK-nak a filozófiájával, a Mihály Boris-féle felnőtt csapat elképzeléseivel. Ezt vegyítve, egy hidat képezve kellett nekem tulajdonképpen dolgozni, ahol jelen volt az MTK filozófia, MTK stílus. Ugyanakkor meg kellett felelni az első csapat elvárásainak is, és ezt úgy érezték, hogy én vagyok, én vagyok és az stábom a legalkalmasabb. Erre, mint egy felnőtt futballból érkező, de ugyanakkor az MTK stílusra rálátó edző. Neked mennyire volt nehéz ez alkalmazkodni? A Ferencvárosi gyökereidről beszéltünk, hiszen azért a Fradi az másfajta felfogásban futbolozik. Egyetelen nem volt nehéz nekem, megszoktam a, a, az MTK-nak a, a hangulatát, gondolatiságát, eszmeiségét. Így utólag azt tudom mondani, hogy talán közele, közelebb is áll eh, hozzám, a, személy, a személyiségemhez. Eh, más klubnál is, a Ferencvárosnál is eh, egyértelmű az, de eh, itt az MTK-nál egyértelműen figyelnek arra, és kimondják, és le van fektetve a, a, az intelligencia, a sportszerűség, a, a, a fair play, a tudatosság, a nyitot, nyitottság, az innováció. Ezek mind olyan, olyan szavak, ami nekem nagyon fontos, és, és nagyon tudok vele azonosulni. Tehát így mondhatom, hogy az első pillanattól kezdve nem esett hezemre az MTK-ba létezni. Ö, le tudnád írni, vagy definiálni az MTK stílus néhány mondatban? Egy nagyon tudatos futball, A játék ja, persze, persze amit a pályán kell, hogy lássunk. Egy nagyon, nagyon tudatos játék, ahol már az első pillanattól kezdve egy olyan kombinációkra épülő futballt láthatunk, ami egy, egyrészt ugye az ellenfél megtévesztésén, áttörésén, a, a játék kontrollálásán alapszik, és olyan, olyan kreatív megoldások a, a támadó zónába, ami, amiért kiárnak a nézők és, és hogy ez, ugye szép dolog volt. Beszéljünk arról, amikor megkaptad az úgymond nagy lehetőséget, ugye ez a 2021-2022-es szezon, ekkor ugye négy mérkőzésre neveztek ki a bajnokság végén, és szinte reménytelen helyzetben lévő csapatot kellett átvenni, és majdnem sikerült a bennmaradás, de ezt innen átadnám neked. Igen, váratlan, váratlan felkérés volt. Másnap készült -e az U19-es mérkőzés, azt hiszem az Újpesttel játszottunk. Éjjel érkezett egy, egy üzenet, hogy, hogy megtörtént a, a, az edző menesztése, és mit szólnék, mi a, mi, a, mi a tervem. És a véletlen, hogy pont akkor így ébredtem, mert egyébként nem volt felhangosítva a telefonom, és egy üzenetet küldtem, hogy hogy én abban a pillanatban készen állok, és, és, és hol van, és hol, mikor kell menni, mik, a, mik az elképzeléseim arra, hogy, hogy ab, abban a helyzetben, hogy lehet kihozni a maximumot, ez akkor nem a. Bemaradás volt, hanem a tisztes helytállás, arra, hogy ne romokat hagyva kezdődjön el a másodosztályú szezon a következő évben. Bementem másnap az U-19-es mérkőzésre, és a mérkőzés végén egyébként nyertünk az új erre Emlékszem, az U-19-es bajnokságban már, már ott volt a, a, a bejelentés, hogy a mérkőzés végén, hogy, hogy én veszem át a felnőtt csapatot, illetve a stábom, ezt mindig fontosnak tartom megemlíteni, hiszen, hiszen együtt, együtt kaptuk a felkérést. És az első pillanattól kezdve, amiket, kigondoltuk, kigondoltam, hogy hogy lehetne segíteni ezt a, ezt a fajta szituációt, az ült, és majd, hogy nem az utolsó utáni pillanatig volt rá lehetőségünk, hogy, hogy bemaradjunk, de itt inkább, még egyszer azt mondom, ott inkább a, a tisztes az önbecsülésünk megtartása volt a fő cél, annak kellett megfelelni, és azt ugye az, amit teljesítettük. A Ferencváros ellen is ugye vezette a csapatot, és ez egy 3 0 győzelem lett. Így az elmondottak ismeretében neked milyen volt a, a Fradi ellen meccselni? Az egy nagyon különleges élmény volt, mert a, a bemelegítés során kaptuk a, az információt, hogy a, a Honvéd nem nyert a, a meccsén, nem is tudom, kivel játszottak, de döntetlen játszottak. Így, hogyha győzünk azon a meccsen a Ferencváros ellen, ami Nyilván, ahogy akkor is, ahogy most is akkor is kicsi volt rá az esély, tehát az esélyek nem nekünk kedveztek, azon a meccsen nyerni kell különben, hogyha nem nyerünk, akkor akkor nem csak vesztesen vagy vesztett pontokkal hagyjuk el a pályát, hanem mind kieső csapat. És ez, ez ez az információ a bemelegítés során nagy hatással volt a, a csapatra, plusz energiákat adott, és egy, egy rendkívül jó mérkőzés volt részünkről. Kele, persze kellett nyilván akkor, hogy a Ferencváros már bajnokként lépett pályán, tehát lehet, hogy a motivációja nem volt a század-os, de ezzel mi nem foglalkoztunk, és egy, és egy nagyszerű győzelmet arattunk, az egy, az egy nagyon emlékezetes este volt számomra. Én az utolsó mérkőzésről tudósítottam a Debrecen elleniről, és ott, ott is maga biztosan nyertetek 3-0-ra, ugye jól mondom, ott Igen. is. Igen. És azután a meccs után beszéltünk először, és, és akkor fel is tettem neked a kérdést, hogy akkor ezután a folytatás hogyan. Aztán végül is nem maradtál, miért? Nekem ott egyértelmű volt, hogy a, hogy a felkérést én erre arra, arra négy meccse kapom, ezt egyértelműsítették a, a vezetők, mást képzeltek el. Nagyon örülök annak, hogy ez a négy meccse bizonytalanította őket, vagyis inkább meggyőzte az én, inkább úgy fogalmaznék, hogy meggyőzte az én alkalmasságomról a, a vezetést, és én itt egy, én ott egy szerződés hosszabbítást kaptam, ahol egy hosszú távú szerződés projektnek lehettem a része, hogy, hogy, hogy tovább dolgozva az mtk berkein belül tovább építsem magam, és várjam az újabb lehetőséget. Úgyhogy nekem az utolsó meccs után is egyértelmű volt, hogy én nem folytatom, hanem én, a, én akkor az MB3-as csapatot fogom tovább vezetni és aztán ősszel jött az újabb lehetőség, Bognár György távozását követően téged kértek fel, és akkor már mondható volt, hogy ez adta magát, hogy akkor te vedd át a csapatot. Nagyon örültem annak, hogy igen. Egyébként én nem számítottam arra, hogy, hogy, hogy ilyen korán, vagy ilyen rövid idő után újra Megkapom a lehetőséget az első csapat vezetésére. Természetesen készen álltam, meg készen kellett rálnie, meg erre, erre készítettem magam, de úgy gondoltam, hogy hogy a Gyuri ő hosszú éveken keresztül fog dolgozni, és hogyha majd a hosszú évek után kapom meg a lehetőséget, akkor akkor fogom, és építem magam, és tanulok, hiszen, hiszen tudtam, hogy még, még sok mindent kell még tapasztalnom, de ugyanakkor meg készen kell állnom arra, hogyha, hogyha jön a lehetőség, akkor be tudjak ugrani. Ez viszonylag korán azt hiszem 13 forduló után adatot meg, de az első pillanattól kezdve már belevetettük magunkat a, a, a munkába. Egyébként furcsa volt, mert ugye az ifi bl készültünk az Ásdod ellen, és már megvolt a repülőjegyem, mert akkor a, a kint kezdtük a a párharc első részét, és hát le kellett mondani a, repülőt a, stáb egyik fele ment, Balogh Béla vette át annak a csapatnak az irányítását, mi meg eddig is tartottunk a stáb másik felével az első <laughs> csapatnak. Mit kellett változtatnod azon a csapaton, hogy végül is ugye annak az lett az eredménye, hogy a második helyen jutottatok fel? Ötödik helyen vettük át a, a csapat ötödik helyen vettem át a csapatot és szerencsére feljutást ünnepeltünk a, a, a végén. Én ott is azt a fajta munkát folytattam tovább, ami amit egyébként az U19-ben, MB3-ban és most is alkalmazunk, hogy próbálunk közelíteni amennyire csak lehet az a fajta MTK stílushoz, amit már előbb is mondtunk. Ezt nyilván egy az egyben nem lehet megtenni, mert ahhoz, ahhoz egy egész garnitúrának kell MTK játékosnak lenni, ami ami még a, a valóságban nem adatik meg, meg azért más szempontokat is figyelembe kell venni, tehát egy kicsit vegyíteni, de minél közelebb kell lenni ahhoz, és itt. Ez a, az MTK az a klub, ahol a felnőtt csapatnak kell közelíteni az akadémiához, és nem az akadémia a felnőtt csapat, csapathoz. Ez lehet olyan egyértelműnek tűnik, de, de sok helyen nincs így. Én ezt a fajta gondolatot, vezérfonalakat tartom szem előtt, tudom, hogy hová szeretnénk eljutni. Nem, nem mindig látványos ez, nem mindig sikerül, nem mindig jelenik meg, de a célt egyértelműen látjuk, ahhoz szeretnénk eljutni, és és ennek szentei alá munkánkat. Nos, ugye a bajnoki, vagy nem is a bajnoki cím, hanem a feljutás után ugye mb 1 be került a csapat, és a te irányításoddal egy teljes évet eltöltött most már az első osztályban. És egy szezon értékelővel folytatjuk ezt a következő részt, ami még itt hátra van az adásból. A nyolcadik helyen végzett az MTK ebben az idei bajnokságban, és kezdjük az elejével nyilván a, a szezonnak. A feljutás után mik, mik, voltak a legfontosabb változtatni valók arra, hogy az MTK megfeleljen az első osztálynak? Szerettük volna megtartani a, a csapatnak a karakterét, a jellegét. Ez egyébként az MB2-es szezon nagy részében jól alakult, volt egy karaktere, egy profi a, a csapatnak, amire tudtunk építeni. Ezt, ezt szerettük volna azzal kiegészíteni, hogy NBA szinten élvonalbeli szinten egy stabilitást hozunk. Ez azért volt fontos egyrészt, mert azért volt kockázat abba a fajta játék amit szerettünk volna játszani. Ezt már nyilván említettem, a kombinációkon alapuló játék, hátulról építkező játék, és ugyanakkor fontos, dolog, hogy a, hogy a fiatalok szerepeltetése, beépítése, felépítése, hogy milyen formába a legkevesebb rizikóval, hogy, hogy jár, ahol nem, nem rizikozzuk meg azt, hogy, hogy az a fajta a liftezés, amiről mindig beszélnek az MTK kapcsán, hogy hogy egyszer MB1, egyszer MB2, az most legyen tartós MB1-es tagság, a fiatal tehetségeink, játékosaink az MB1-be tudják megmutatni magukat, és ehhez mérten kell a stabilitást megteremteni. Így leginkább az új igazolások a hátsó régióba történtek, kapusposzton, a védelembe, szárvédő pozícióba itt láttuk a Legnagyobb változtatási szükséget, illetve felállási formát is váltottunk, és hogyha most a szezon, eléről. Besz... Mi volt a jellemző a másodosztályban? Melyik felállást alkalmaztad? Négy védős, most 4-2-3, 1 4-3-3. Ott, ott arra, arra, volt szükség. Nem ragaszkodunk kimondottan a játékrendszerhez felelési formához, a felelési formához, mert csak ez egy, az egy pillanatkép tulajdonképpen, hogyha most azt mondom, hogy négy. Persze, védekezésbe támadásra úgy is változik. <síns> igen, de hát azért mégis van egy alap gondolata a felelési formáknak, amihez, ezt tarthatják magukat a, a, játékosok. Tehát itt a négyvédősről beszélünk, egy kimondott center, centerrel, ez változott olyan szempontból, hogy ugye egy 3-5-2, két támadóval játszottunk, és három belsővédő, három belsővédővel, és szárnyvédőkkel, vagy hosszú futókkal, attól függ, hogy milyen divatos szót találunk -e ezekre a pozíciókra. Említetted már ezeket a posztokat, ahol igazoltatok, és akkor itt én ki is írtam ezeket a játékosokat, akiket hoztatok, ugye itt Antonovról, Heir, Heir Viktorról, Demián Patrikról, Kádáról, Molnár Rajmundról, Bobárról, Vég Bencéről, Kovács Patrikról, és később érkezett ugye aki ez akivel kapcsolatban érkezett egyébként néző, illetve hallgatói kérdés, úgyhogy ezt majd felteszem. Nos, azt hiszem, hogy a nyilván ott a kapusposzttal kell kezdeni, hogy azért a Patrik az mindenképpen hozott egyfajta stabilitást. Nagyon jó őszi szezonja volt a Patriknak az első pillanattól kezdve válogatott szinten védett, ugye akkor abba válogatott kerettag volt, kapott gól nélküli mérkőzéseink voltak, természetesen nem elkerülhető, hogy ne meg, hogy voltak nagy arányú vereségek, de ez, ez, ezért nem mondom, hogy, hogy mert több is volt, hiszen a Puskás Akadémián és a Ferencváros ellen is nagy arányú vereséget szenvedtünk, de, de inkább a szezon nagy részébe, az őszi szezon nagy részébe inkább a, arról beszélhetünk, hogy a, hogy a védelem stabil, a kapus teljesítmény kimondottan jó, és kapott gól nélküli mérkőzéseink voltak, tehát a, a Patrik igazolásával elégedettek lehetünk egyébként. Lehet, hogy előre megyek a kérdésekbe, de az új igazolások, a nyáron igazolt játékosok többsége, nagy százaléka bevált, nagyon sokat játszott, standard kezdőjátékosok lettek, nagy rendelkezők, úgyhogy, úgyhogy nem, nem szokványos az, hogy ilyen nagy százalékba jönnek be az igazolások. É, igen, és azért a védelem nyilvánvalóan, tehát látszik, hogy hogyha mondjuk a Kádárt nézzük, aki végigjátszotta az egész szezont, ugye a Bobál, aki talán nálatok is volt, csak kölcsönből érkezett vissza, és ő ugye valószínűleg végigjátszotta volna a szezont, hogyha nem sérül meg. Róla egyébként van bármi információd, mikor térhető vissza? Nagyon remélem, hogy most már a nyár, nyár során teljes értékű csapattag lesz. A rehabilitációja a terv szerint megy. A terv szerint az azt jelenti, hogy a sérülésétől számított 10 hónapra tud újra pályán lenni. Októberben e, sérült meg, tehát azért mondom, ez a nyári időszak lesz neki sorsdöntő, hogy, hogy a, amikor a csapatedzéseket is elkezdi, itt a felkész, felkészül, felkészülési időszakban egyre több mindent fog tudni csinálni. gyakorlat kis labdatartó játék, ha játékba beszáll, remélhetőleg július környékén edzőmeccset is tud játszani, és augusztus végén szeptemberben meg már bajnoki mérkőzéssel láthatjuk viszont az elsők Nél Ennél a 3-5-2-nél szerintem érdekes ez a, az a csatárkérdés, meg az MTK-nál. Nekem az egész évben nagyon érdekes volt a csatárkérdés, hogyha egy kicsit belemegyünk. Nem volt klasszikus center télig. És ugye Zsóri dániel próbálkoztál, illetve német Krisztiánnal, meg ugye a Bogesz volt még ott elől, aki váltogatta ezeket a pozíciókat. Te hogy képzelted el, hogy ilyen klasszikusabb center nélkül, ez hogy Képzelted el, hogy hogy fog működni? Igen. Az alapvető gondolata az volt az átállásnak, hogy a támadó zónába plusz egy emberrel vegyünk részt, ez ugye szintiszta matek az egy centernél jobb a két támadó, tehát a jelenlét a támadó zónába nagyobb lesz. Karakterekkel próbálkoztunk, azért legyen egy olyan, aki labdatartó játékos, még hogyha mozgékony is, de egyébként ez egy, a 3-5-2 labdabirtoklás esetén egy, eléggé flexibilis felállási forma, és ugye próbálkozni kellett, tehát nem voltunk teljesen benne biztos, hogy hogyha ez a, ezt mi meglépjük, akkor ezt kapjuk egy labdarúgó mérkőzésen, ahol nagyon kicsik a különbségek a, a, csapatok között, és próbálkozások voltak, egyébként edzőmérkő, edzőmérkőzéseken a nyári időszakban nagyon jól működött, Nyomást tudtunk gyakorolni az ellenfelekre labdával, labda nélkül is jó formában volt Zsóri Dani, német Krisztián, de mondhatom itt a többieket is, és szépen, szépen haladtunk. Ugyanakkor ennek voltak persze természetesen akadálya is, mi van, hogyha ez nem működik, levédekezi az ellenfél, kicsit statikussá válunk, visszaszorul a védekezésünk, tehát ezek mind olyanok, amiket hétről hétre elemeztünk, és néztünk, és mérlegeltünk, hogy, hogy hogyan tudunk ebbe változtatni, és egyébként, hogyha most végignézzük az egész évet, akkor ez egy szép ívet írt le, így tavasz közepére mondhatom azt, hogy elérkeztünk oda, ahol, ahol, egy újabb szintet fogunk tudni majd lépni, remélhetőleg a következő bajnokságban. Az első pár fordulónak mik voltak a, a tanulságai? Ugye egy 1 egy egyes es elleni döntetlennel kezdődött a szezon Zalaegerszegen vereség Kisvárda ellen 0-0, nem indult a legjobban. Igen, maga az eredmények nem, de a mutatott játékkal ott elégedettek lehetünk, hiszen. A, amit elterveztünk, hogy kontroll alatt tartsuk a mérkőzést, legyünk aktívak, alakítsunk ki helyzeteket nagy mennyiségben és minőségben, azok az első három fordulóban is jelen voltak, az eredmény nyilván nem jött, és itt, itt akkor itt az, az, az a kérdés jön, hogy elég nyerő típusú játékos van a keretben, megvan-e a rámenőség arra, hogy itt pontokat tudjunk szerezni ezzel a fajta játékkal, és nem egy ilyen nyeretlen fejjutó csapat legyünk, és kitartottunk a hitünk mellett, meg az elképzeléseink mellett, megmutattuk a játékosoknak a statisztikákat az első három fordulóban, még hogyha ugye kicsi a minta, mert most három mérkőzésről beszélünk, de, de, megmutattuk, hogy hoppá, ez egy előre mutató dolog lehet, bízatok, benne, és, és utána megtört ez a, ez a fajta jég, tudtunk mérkőzést nyerni, azt kellett ott leginkább ott megtanulnunk, hogy hogyan kell újra mérkőzést nyerni azzal a fajta játékkal. Igen, és négy győzelem jött egymás után sorozatban, amivel feljebb is léptetek a tabellán nyilvánvalóan, viszont akkor jött a Fradi, ami egy 6-1-es vereség volt, és ezzel együtt pedig ugye a Fehérvár, a Puskás Akadémia és a mezőkövesd elleni vereség, itt azért sorozatban négy vereség. Ezt hogyan lehet helyre tenni? Biztosak voltunk benne, hiszen erről szól a 12 csapatos és bajnokság, hogy mindegyik csapat kerül hullámvölgybe. Az a nem mindegy, és ott jön, ott jön ki a, a, a célt elérő csapatok és a nem, és a esetleg kudarcot való csapatoknak a különbsége, hogy ezekre a negatív dolgokra hogyan reagálnak. Mentálisan nyilván egybe kell tartani az öltözőt, itt nagy segítség volt az idősebb játékosoknak a reakciója, akik kézbe tartották a, a csapattársakat is, a szakmai stáb nyugalmat, nyugalmat sugárzott, még hogyha racionálisan a hibákra, hibákat ugye ki kell javítani. A vezetőknek a higgadsága, önuralma, hogy, 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 az a hangulat, ami szükséges ahhoz, hogy kilábaljunk, az, az meg volt. Ez a mentális része a, a, dolgoknak. Az, hogy miért kerültünk ebbe a negatív szériába, nyilván szakmai oka is megvoltak, az a fajta stabilitás, amit, amit ugye kitűztünk és szükséges volt, az itt, az itt megtört. Bobál Dávid, aki a védelem oszlopos tagja kivált, ez olyan nagy hatással volt a védekezésünkre, hogy megbomlott. Német Krisztián megsérült tartósan, ugye a nyakával probléma volt. Két, csak két olyan, csak két olyan alkotó eleme, ami egybe tartotta a stabilitást és a, és a, a masszívságot, és pontokat eredményezett, kiszállt, és nagyon nehezen tudott rá reagálni a, a csapat az a, a, verziónk az nagyon erős volt, és itt nem a, B verzióra kellett ugye nekünk megoldást találni, hogy mi van, hogyha kivál két ilyen kaliberű játékos a, a csapatba. Ezt mint egy, egy feljutó csapatnak be kellett vállalnunk. Nagyon örülünk, hogy, hogy addig is a pontszámot elértünk, és veszélyzónába nem kerültünk, akkor se, de ki kellett lábalni belőle, mert nem húzhattuk tovább. Nehéz volt megélni azt az időszakot, de nagyon örülök, hogy jól reagált rá. A csapat egyébként a későbbi ilyen negatív szériákra is jó ragát, és ki tudtunk jönni belőle. Ez mindenképpen jó volt, hogy, hogy, hogyha már legalább a saját kárunkon tudtunk tanulni. <laughs> Beszéljünk még erről a hullámvölgyről, amit kialakult, hiszen nyilván ilyenkor felvetődnek egyből ezek a hangok, hogy az edző lehet, hogy nem a megfelelő. Ezeket te miként élted meg ott, itt az első hullámvölgynél? Hmm, próbálom függetleníteni magam a nyomásról amennyire csak lehet. Mindenkinek egyébként ajánlom, aki vezetőedzőségnek adja be a, a, a derekát, hogy Facebookról törölje magát. Én töröltem magam, se üzenetek, se komment formájában nem foglalkozok. Tehát ez a, ez a fajta nyomással természetesen érdekel a, a, a szurkulaink, támogatóink véleménye. A, Ezeket a negatív véleményeket szeretnénk mi átfordítani. És nekem az a dolgom, hogy ha van is ilyen kételj valakibe, akkor én meggyőzem arról, hogy hogy, hogy hogy nincs igaza. És szerencsére az idő nekünk dolgozik, ne, nekem dolgozott, és ki tudtunk jönni belőle. Mindig szem előtt tartom a, a projektet, mi a projekt, mi a célja az adott csapatnak, ez így volt monoron is, ez így volt az U19-es csapatnál is, és most, most így van az első csapatnál is, hogy azt a, azt a fajta célt, amit kitűznek elénk, azt mindenáron érjem el. Feljutás kérdése az MB2-ből, akkor a, a, a bizonyos hogy helyünk van-e az MBA-be, stabilá tudjuk-e tenni a, a csapatot, az mba tagságot tudjuk növelni, és, és ez járt akkor is a, a, a fejemben. Ez szerintem kihatott a környezetemre is hiszem, hiszem azt, hogy a, hogy a vezetőedzőnek nyilván a, a, rezgései kihatással vannak a környezetére, tehát ez, ez így van, ez, ez egyértelmű, ezzel nem mondok nagyot, de, de neki kell történnie, hogyha bennem kételyek vannak a brocsak terjedésének, vagy célelérésének a, a, a mikéntjébe, akkor ez nyilván az kihatással van a többiekre is, és, és bennem nem volt ilyen kétely. Bedobnék egy nézői hallgatói kérdést, amit feltételezhetően egy MTK szurkolótól kaptam. Mi az oka annak, hogy a Fradi, a Felcsút és a Fehérvár ellen nulla pont. Igen, ezek ellen a csapatok ellen ugye nem szereztünk pontot az egész bajnokság során. Kiemelném és a, 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 a válaszomat egy, egy pozitív dologgal kezdem, viszont a többi csapat ellen szereztünk ugye 44 pontot, így pontosan tudhatjuk, hogy hol lehet előrelépés a következő évben. Két Fehérvár elleni meccsünk azért kivenné minden, mert egy korai kiállítás Kádár Tamást kétszer korán kiállították, illetve utána, vagy az egyik meccsen utána még a Tiámot is, és kettős ember hátrányban voltunk tudom azt, hogy hol, van a differencia ezeken a top, csapatok ellen. Nyilván van egy fizikai behatárol, behatároltság is a, a, a keretnek, amit nem tudunk játékkal kompenzálni. Ezt kell majd, ezt kell majd a későbbiekbe korrigálnunk akár csapat összetételbe, felállási formába, hogy felkészüljünk ezekre a találkozókra. Szerencsére van egy felkészülési időszakunk, jó két hónapunk erre, hogy hogy ezt rendbe tegyük, akár célzott igazolásokkal, akár a, a, a csapaton belüli a, módosításokkal. Azért ezzel együtt, hogy volt itt egy hullámvölgy, volt olyan dolog, aminek örülhettél ebben az időszakában a szezonnak, az még pedig a válogatott, hiszen ugye két MTK játékos is ott volt a, a, csapatban. Milyen volt őket figyelni? Nyilván itt most elsősorban Kata Mihályról beszélünk, de ugye nem én Patrik is ott volt a keretben. Igen, nagyon nagy büszkeség, és nem akarom, hogy elcsépelt legyen, de, de, nagyon büszkék vagyunk azokra a játékosokra, akik az MTK-ban nevelve végigjárva a ranglétrát folyamatos tudatos építés mellett bemutatkozhatnak a válogatottba. Az az értékteremtés, amit kitűztünk célul, és ez, ez egyébként állandó az MTK-n vezetőedzőtől független, függetlenül, hogy ez, ez jelen van, hogy be tudott mutatkozni a Misi a, a, a Ez, ez nagyon nagy büszkeség és öröm. A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia nagyon jó reklámja, az MTK Budapest nagyon jó reklámja ezt, hogy, hogy az, a, az a, az a fajta tehetség, aki szeretne bemutatkozni a, az mb 1 be illetve hogyha jól teljesít, akkor a válogatottba, akkor a legnagyobb esélye jelen pillanatban Magyarországon az MTK-ba van. Ez nem egy promó az, hogy gyertek tehetségek, de, de ugyanakkor ez egy elgondolkodható, hogyha én szülői fejjel gondolkozok, akkor hová íratom be a, a gyerekemet. És ez, ezt tudom kiemelni leginkább a, a Misi példáján keresztül. Nyilván kell ehhez egyértelműen is nem lebecsülendő a játékosnak a, a tehetsége, hozzáállása, karaktere és teljesítménye, hiszen semmit nem ért volna az a fajta támogatói, alkotói közeg, amit a, a Sándor Károly Labdarúgok Akadémia vagy az MTK ad, hogyha egy játékos nem tud teljesíteni, egy fiatal játékos, hogyha, ne, hogyha megkapja a lehetőséget, akkor nem teljesít. Forduljunk rá a tavaszra. Hatodik helyen zártátok az őszt, és itt a csatárkérdésről volt szó, ugye erről beszéltünk, és ezt is említettem, hogy a tavaszi szezonra érkezett tipikus center. Miért döntöttetek Jurina leigazolása mellett? Úgy gondoltuk, hogy német Krisztiánt Jól kiegészíteni még egy klasszikus centerjátékos, akár együtt vele a pályán, akár esetleg, hogyha a némó esetleg valamilyen oknál fogva nem áll bevetésre, vagy olyan a... Formá... Ez egy olyan fajta tanúság volt, amikor a nyaka sérült meg. I igen, tehát ez egy őse lesz fiatalabb, tehát a sérülések ilyenkor, ez egy, ez egy tény, hogy ilyenkor jobban jönnek, miatt, mint fiatal korában. Tehát azért, hogy a, hogy a, a magát a a lehetőséget bővítsük, szükség volt még egy klasszikus centerjátékosra, és Jurino volt szabad a piacon, aki, akit megfelelőnek láttunk. Mennyire váltott ebbe a hozzáfűzött reményeket itt a tavasszal? Jól, jól indult, hiszen az első meccsén már gólt szerzett. Egyébként ugye nem érkezett százszerzékos állapotban. Őt, őt tulajdonképpen a felkészülési időszak végén tudtuk leigazolni. Kevés edzőmeccsen tudott a, a társakkal kapcsolatot teremteni. jól indult, a bajnokság közben kellett tulajdonképpen így hozzászoktatni a, a többiekhez, nekünk is nekünk is leszűrni azokat a fajta reakciókat, tanulságokat, ami az ő játék eredményez a csapaton belül, hiszen kon konkrét dolog nincsen, vagy ilyen bevált recept, hogy akkor most ezt a játékos igazolunk, és ez ilyen lesz. Persze van elképzelésünk, de, de a valóság az azért módosítani kell. Azt mondom, hogy mire, mire azt mondjuk, hogy, hogy igen, átlag felett teljesített, addigra pont jött egy, egy sérülés sajnos, fél le kellett cserélni, és tulajdonképpen most lesz az a felkészülés időszakban, amikor azt mondjuk, hogy, hogy igen, teljes értékűen be tudjuk majd építeni a, a, csapatba, de addig is nagy segítségünkre volt, hiszen azért nem felejthetjük el azokat a gólokat, amiket ő szerzett, akár a kupában, akár a bajnokságban. Úgyhogy azt, azt tudom mondani, hogy tett hozzá a csapat sikerességéhez Jurina igazolása. Szép győzelemmel indult a tavasz, az Újpest ellen 3-0, és itt, hoznák, itt hoznék be egy olyan fajta dicséretet, ami, a, ami ugye kritikaként megfogalmazódott a másik oldalról. Hiszen például az Újpestet mindegyik alkalommal, amikor játszottatok az Újpesttel, megvertétek. És nekem van Újpest szurkoló ismerősön barátom, aki ezt kifogásolta, hogy nem hiszi el, hogy az MTK mindig, amikor találkoztak, megverték őket. Az Újpest mellett a Debrecent is szerencsére háromszor sikerült legyőznünk. Csak itt a konkrét újpesteleni párharcokról beszélünk, akkor játszottunk egy nagyon jó formában lévő Újpesttel, egy kevésbé jó formában lévő Újpesttel, és azt mondom, hogy, hogy egy egy élet, életér is harcoló Újpesttel és mind a háromszor sikerült ö, ö, legyőzni. Tehát más motivációs bázissal, más, más formába érkeztek ellenünk, és és megtaláltuk a módját, hogy ö, az erősségeink, erősségeinket ö, ki tudjuk vinni a pályára, meg tudjuk mutatni. Ezt egyébként elég sokszor sikerült, a top három csapatot leszámítva. A top négyes csapatokat, igen, a Paksot is idehozom, de a Paks elleni ö, meccsek azért, azért más mutattak. Így összegezve egy kicsit, hogy 62 kapott gól és 43 rugott gól, ezt hogyan értékeled? Igen, kezdem a negatívval, és aztán hát, ha átmegy pozitív az értékelés, vagy a kérdés adott válasz, egyértelműen sok a, a, a bekapott gólunk száma, ezt mindenképpen csökkentenünk kell a, a, a jövőben. Ugye itt leginkább és megint visszatérünk a Ferencváros, a Puskás Akadémia és a Fehérvár elleni mérkőzésekre, hogyha nem ne mondhatjuk le ezeket, hiszen, hiszen egy bajnokságot elemzünk, akkor nem vetünk ki mecseket a, a, az elemzésből, de de a, a kapott gólyaink nagy száma az annak köszönhető. Hogyha mégis kiveszük, eljátszuk a gondolattal, és kiveszük ezt a három csapatot a bajnokságból, és csak azt a 8-9 csapatot vesszük figyelembe, akkor a legkevesebb gólt kaptunk, és a legtöbbet rúgtunk, hogyha csak ezt a mini, mini bajnokságot nézzük. Úgyhogy így is kell értékelni ezt, ugyanakkor egyértelműen megoldást kell találnunk, hogy hogy a kapott gólokat minimalizáljuk. A rugott gólyainknak meg mindig volt értéke. Tehát az a fajta stílus, amit mi felvállalunk, hogy kombinációkkal építjük fel a játékot, próbálunk játékkal, és nem ugye a fizikalitással, építeni elsősorban. Első Ez kevés, kevesebb helyzetet, kevesebb lehetőséget, kevesebb beadást, ered, kevesebb lövést eredményez, mint mondjuk a, az átlag, viszont magasabb minőségű helyzeteket tudunk kialakítani, hiszen a tutira lejátszuk ezeket, vagy pedig, vagy pedig nagy helyzetbe kerülnek a, a támadóink, úgyhogy a gólyainknak meg mindig volt értéke. Ennek köszönhető az, hogy hogy a rugott gólyaink száma sem kimondottan sok, ezt is szeretnénk növelni egyébként, tehát nem vagyunk elégedettek ezzel, és szeretném azt, hogy még több lövés legyen, tehát érjük el, érjük el a, a, az átlagot, lépjünk túl, legyünk azokban is a legjobb, hogy minél több kapőrölvés, minél több helyzet kell, viszont meg, itt, itt az elemzés szempontjából meg kell említeni, hogy igenis nagy értékei vannak a gólyainknak. Most egy olyan fajta dolgot szeretnék tőled kérdezni, ami talán nem biztos, hogy nagyon a kedvedre való, de mondjuk egy játékos, hogyha ki kéne emelni ebből a szezonból, aki akár fiatalként berobbant az MTK-ba, meggyőzött téged, ki számodra a szezonjátékos a saját csapatodból? Bognár István teljesítménye, mondhatjuk ezt, és szerintem nem gond senki szemébe a csapaton belül, hogy őt említem meg. Ő az, aki mind a 33 bajnoki mérkőzésünkön pályára lépett, a házigol királyunk, a második legtöbb gólpasztatta a csapaton belül, az ő, ő, játéka, az ő játékára végig lehetett támaszkodni, így azt tudom mondani, hogy, hogy állandó jelleggel ő tudott legjobban a, saját teljesítményéhez legjobban közelíteni, és az egyik legjobb szezonját futotta 32 évesen. Hogyha esetleg itt megemlíthetek egy másik játékos, nyilván akkor Kata Mihály Kata Mihály szereplése az, aki, amely, amely, tényleg elérte a válogatott szintet. Ugye neki volt apróbb sérülése is, mérkőzés is, tehát azért nem mondom őt talán az első helyen, hogyha most itt erről van szó, de, de ők kettőjüket tudom kiemelni leginkább. A többieknek is voltak rendkívül jó periódusai, akár itt a védelembe emelhetek ki játékost, akár német Krisztiánnak a, a, villanásai, aki, aki, ugye sok mérkőzést kihagyott így, így eléggé játék per percre levontva, eléggé fókuszáltan, intenzíven termelte a gólokat és a gólpasszokat. A szezon legjobb meccse melyik volt számodra? mármint most itt arra gondolok, hogy a, a, az MTK csapatának. Igen. Szerencsére sok ilyen jó pillanat, jó pillanat volt. Leginkább a, a Debrecen elleni idegenbeli győzelmek mindkettő talán egyenértékű volt, de inkább az első meccset mondom, ahol, ahol mindkét fél időbe jó minőségben játszottunk és eredményesek voltunk, jó, nagyon jó arcunkat mutattuk, az, az, az nagy győzelem volt. Bonjunk egy nagyobb képet a bajnokságról, és ne csak az MTK-t vegyük, hanem ilyen, arra gondoltam, hogy ilyen szezon legjeit értékeljük, és a te szemeden keresztül. Nos, szerinted a, a szezon meglepetés csapata, hogyha most egy, egy, egy együttes kellene mondod, akkor kit választanál bajnokságból? A paks, paks, csapatát azért, azért mondanám nem meglepetés az ő szereplésük, hanem egy, egyéb jó példa akár nekünk is, azért, az, azért a fajta folytonosságért, azért a fajta állandóságért, amit ők képviselnek, és az, hogy, az, hogy ők hosszú távon is az élvonal tagjai, és egyszer-egyszer egy ilyen nagy meglepetésre képesek, ez mindenképpen példa akár nekünk is, hiszen az elvénk mellett a hosszú távon ki kell tartani, éve, éveket átölelő koncepcióval rendelkezve megtenni azokat a lépéseket, és, és milyen sokat számítanak ezek a, ezek a dolgok, nem biztos, hogy, hogy hogy az, hogy milyen igazolások tömkelegebb lesz egy csapaton belül, hanem, hanem azokat a, az, az, azt a filozófiát, amit, amit kitűznek, az milyen erős és milyen állandó, és a Paksnál ezt láttuk ebben az évben, a kupa győzelemmel, illetve, illetve a, a nemzetközi e, e, a kupa, kupa, győzelemmel kivívták a jogat, de az, hogy ők ott vannak a, a tabella élén, közvetlenül a Ferencváros mögött. Negatív értelemben talán a Kisvárdát tudom mondani, a csapatát, ők az ő játékos keretük, keretük nem kieső minőségű véleményem szerint, tehát hogy kimult a, alul magát olyan, annyira, hogy kudarc legyen nekik ez az év, akkor, akkor, őket mondanám. A szezon legjobb játékosa, és itt ugye az MTK-t már említett, ez a Bobognár István, de az egész bajnokságot nézve szerinted? A Ferencvárosból tudnám mondani már kinyoszt vagy Ábufanit. Én Varga Barnabást választottam. Igen, ő talán sokat hagyott ki, tehát a, vagy voltak, voltak olyan meccsik, amikor, de, de nyilván igen, a Varga Barn is nagyon jól teljesített, de a Ferencváros csapatából kerül ki, mert, mert ott az egyéni képességek is hoztak jócskán pontokat. Fiatal magyar labdarúgók tekintetében ki volt neked az év felfedezettje, akit nyilván megint nem az mtk ból fel kell feltétlenül választani, hanem az egész bajnokságot tekintve egy olyan fiatal játékos, aki meglepett téged. Gruber Zsombor rám nagyon pozitív hatást gyakorolt rá a rámenőségével, a, az a fajta góra törőségével, ami, ami, ami szükséges ahhoz, hogy, hogy, egy, egy fiatal játékos meg tudja mutatni magát. Nem volt egyszerű helyzet a Puskás Akadémiában, Puskás Akadémiában se, de, de, ugye, mert voltak riválisai Jócskán, az a, ott, de kívta jogot egy, egy Ferencvárosi szerződésre. Most ugye ez a legerszegen játszik, de ott is jó teljesítmény nyújtott. Egy kérdésem maradt még a végére, illetve nézői és hallgatói kérdéseket még itt ezután feltennék, ami az én kérdésem is hozzád szól, mikor kezdétek a következő szezonra való felkészülést? Maga a csapat edzések azok június 17-én kezdődnek, egyébként már egy héttel előtte kapnak egy, egy nem olyan könnyű egyéni programot a, a játékosok. Szlovéniába fogunk menni szokás, most mondhatom, hogy szokás szerint edzőtáborba, hogy a hegyek közé, ott nemzetközi mérkőzéseket, ellenfelek elleni mérkőzéseket fogunk játszani. Maga a főpróba az meg a bajnokság előtt, ami július 27-én ugye kezdődik, az előtt egy héttel a Komárno most frissen fejt, szlovák első osztályba feljutott együttesével fogunk találkozni. Oké, okay, hát akkor, ahogy említettem, nézői, illetve hallgatói kérdések. Elég magas a csapatnak az átlag életkora. Ezt írta nekem egy néző hallgató. Ugye Stéber, Német Kádár és nyilván Bognár István mind 30 feletti játékosok. Ki kell lehet őket pótolni hosszú távon? Ezeknek a játékosoknak Nyilván élő szerződésük van, hasznos tagjai a, a csapatnak az összes felsorolt. Hogyha a következő évet nézzük, akkor még az ő pótlásuk mondhatni messze van. Tehát inkább a, a következő év után lesz kérdés, abban a szempontból, hogyha hogyha majd szükség lesz rá. Egyértelműen látják azt a, a, a vezetők is, hogy, hogy vannak ugye ilyen magas. Életkorral rendelkező játékosok, akiknek pótlása kell. Viszont azt is látjuk, hogy van egy olyan generáció, ez a 2002-2003-as es generáció, ami elég nagy számban van a, a, a csapatban, amelyik nagy fejlődési potenciállal rendelkezik. Szeretnénk azt, azt a fajta minőséget emelni náluk, amit nyilván már megtettük az első MB-es évükben is. És nagyon nagy büszkeség volt, hogy, hogy 5-21-es játékosunk is volt egy időben a, a keretben. Őket szeretnénk megtartani a következő éve, évbe, évekbe fejleszteni, és esetleg alulról még tölteni, hiszen látjuk az, azokat is, hogyha nem ilyen nagy számba, de, de lesznek akár a 2004-es, 2005-ös, 2006-os korosztályból is olyanok, akiket majd később be lehet építeni, és ezáltal ugye az átlag életkor is csökkenni fog, hogyha már itt, itt a kérdésre vonatkozóan, hogy hogy Próbálja, próbálja meg a, a, csapat, úgyhogy ezt az utat fogjuk bejárni. De hát még egyszer mondom, ezek a, azok a játékosok, akik, akik 34-30 német Krisztián, Kádár Tamás, Tiber Zoltán, Bognár István, nagyon nagy segítségére vannak most is a csapatban, és nem, a, nem kizárólag a múltjuk miatt vannak itt nálunk, hanem a, a futballtudások és a teljesítményük miatt. Még az előző kérdezőhez tartozik, hogy Kata Mihály pótlása kivel látott, kit lehet majd az ő helyére hozni, hogy ő esetleg távozik? Meglátjuk, hogy ő hogy, hogy, hogy egyetlen távozik-e. Én úgy tudom, hogy minden áron akár milyen ellenszolgáltatásért, vagy akár nem megfelelő, akár játékosnak, akár a klubnak koncepció nélkül nem fog távozni, tehát szeretnénk őt jövőre is a csapatba. Én beszélek a magam, magam nevébe, jó lenne, hogyha hogyha ő a következő szezont is nálunk tölteni, hiszen nagyon értékes játékosról van szó, aki nagy, nagy erősséggel a csapatnak az biztos, hogy ugyanolyat, mint a katamisi nem fogunk találni, ezért, ezért hogyha most itt védekező középelsor vagy belső középelsor beszélünk, akkor majd, hogyha erre szükség lesz, akkor nézzük a piacot. Nyilván most is vannak olyanok a, a, a radaron, hogyha, hogyha esetleg oda igazolni kell, akkor ki, de hát nyilván neveket nem fog tudni mondani, mert ez egy nagyon nagy adatbázissal dolgozunk, hogyha arra szükség lesz, akkor lépni fogunk, de az, az biztos, hogy ugyanolyan típusú játékos, mint a Misi, az, az nincsen, olyan párharcerős, olyan akaratos, olyan nagy jelenléttel rendelkező játékos a középpályán nagyon kevés van, aki futballtudásban is és játékérettségében is olyan, olyan, rendelkezik, mint a Misi. Több kérdést egybe vonok, játékosokra vonatkozik. Egyfelől Eninben mit láttatok? Másfelől, hogy van -e esély arra, hogy német András csatlakozik a csapathoz, mint támadó? Enin az ősz végén érkezett, akkor, amikor ugye német Krisztián is megsérült, és volt egy olyan igény, amit, amit egyébként az elemzésben már a bajnokság elemzésébe utaltam rá, hogy ugye a, a dinamika, a gyorsaság azért hiányzott a, a csapaton belül, tehát hogy közelítsünk a, a az NBA 1 átlagához szükségesek az ilyen játékosok, és egyébként elmondhatom, hogy a, hogy a következő igazolásoknál természetesen ezt figyelembe is fogja venni a, a, a klub. Az Enim volt az, aki ebben a, a pillanatban, vagy abban a szituációban szabadon igazolható játékos volt. Egy hetes tesztelés után ajánlottunk neki akkor szerződést, és egyébként egy, egy rövid felkészülési időszak, mert még egy hetet töltött, talán az MB3-as csapatban játszott, és utána be is vetettük, és hasznos tagja volt a csapatnak. Hát ne, ne, ne feledkezzünk el, hogy Szalegerszeg ellen csapatba játszott, ahol, ahol, ahol tudott hozzárakni ahhoz, ahhoz a győzelemhez, ő utána a Kecskemét ellen jó teljesítményt nyújtott, hogy utána voltak sérülései. Illetve visszatért német Krisztián, ezért kevesebb lehetőséget kapott, és nem hosszabbítottunk vele. Az meg ezzel jár, de adott hozzá a csapathoz, még hogyha nem is olyan jelentős, hogy, hogy itt most arról beszélünk, hogy hány gólt szerzett, meg, meg, meg így, meg úgy, meg amúgy, de igenis, igenis akkor ez egy logikus döntés volt az ő igazolása. Úgyhogy abban a szituációban, és nem mondhatjuk kudarcnak. Persze elváltak az útjaink. Tehát ez az életrendje, ez a futball rendje. Né, konkrétan német Andrással meg nyilván nem, nem szeretnék nyilatkozni, hogy itt most nevek mondjuk, hogy így meg úgy, figyelünk mindenkit, különösen a, a magyar játékosokat, és nyilván az szengyes játékosokat is. Hát akkor egy kérdés még így a végére, és ezt is összevonom. Mik az MTK következő szezonra vonatkozó céljai, illetve számíthatunk e arra, hogy az eddigitől támadó felfogású csapat lesz majd jövőre? Az, hogy támadó felfogás, az, hogy melyik mérkőzést értjük, nyilván igen, voltak olyan mérkőzések, ahol, ahol eléggé passzív volt a védekezésünk Ez, ezt nyilván kell tenni. Hogy a következő évben mit szeretnénk látni? Eredmény, eredményesség szempontjából, játékminőség szempontjából, értékteremtés szempontjából közelíthetjük meg ezt a, ezt a kérdést. Az eredményesség nyilván az, hogy ekkora kilengések ne, ne legyenek, és mindenki szeretne több pontot szerezni, feljebb lépni a, a tabellán, az biztos, hogy a Ferencváros jövőre sem fogjuk tudni ostromolni, hiszen az kibérelte magának azt a, azt a helyet, a korlátjainkat szeretnénk bővíteni, és verseny képesek lenni pont azok a csapatok ellen, akik ellen most nem szereztünk pontot, tehát az mindenképpen. A játék játékminőség nyilván természetesen támadóbb szellemi csapatot szeretnénk látni, pressing képesebb csapatot szeretnénk látni, de ez egy folyamat része lesz, hogy hogyha itt most nem folyamatban gondolkodunk, akkor az egy, az egy akár megtorpanást is, egy törést is okozhat. Úgyhogy Úgyhogy a következő évre is szeretnénk minél előbb elérni a, a biztos mb es tagságot, és utána, hogyha ezeket a dolgokat javítunk, amiket itt felsoroltam, akkor biztos vagyok benne, hogy, hogy kevesebb hiányérzetünk lesz, és talán a kérdés is erre vonatkozott, mert a kérdésben is benne van, hogy, hogy hiányérzete van, akkor az a hiányérzet kevesebb, kevesebb lesz a következő évben, hogyha ezeken a dolgokon javít, fogunk tudni javítani. De az, hogy, az, hogy már felismerjük ezeket a, a problémákat az az első lépés arra hogy hogy ez meg is történhet az értékteremtés az meg ami ebben az évben volt, hogy ennyi fiatalnak adtunk szerepet, hogy egy újabb akadémistánk, újabb akadémistáink bemutatkoztak az élvonalba, ilyen nagy játékpercben játszottak fiatalok nálunk. Kata Mihály beli bemutatkozása, arra nyilván nem fogunk lemondani a jövő évben sem. Tehát hogyha itt az eredményesség, játékminőség és az értékteremtés hármasáról beszélünk, akkor mindegyikbe szeretnénk előrépni, vagy megtartani azt? Köszönöm szépen, Dávid, hogy ilyen hosszan kérdezhettelek, és beszéltünk mindenről, a karrieredről, ma a szezonról. Köszönöm szépen mindenkinek, aki végighallgatta, végignézte, és hát neked akkor még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm.